Tahitót valóban is megemlékeztek az aradi vértanúkról. Az ünnepi műsorban Kubanek István, a Kulturális Bizottság elnöke, és a Pollak Mihály általános iskola tanulói működtek közre. Kubanek István beszédében részletezte a szabadságharcot követő eseményeket. A Habsburg uralkodóház képviseletében Julius Hajnau táborszernagy, gúny nevén a brescsai hiéna, a világosi fegyverletételt követően azonnal megkezdte a megtorlásokat. 1849. október 6-án a szabadságharc dicsőséges főtisztjeit, mint valami gonosztevőket, kötél általi, illetve négy főtisztet kegyelemből, golyó általi halálra ítéltek és végeztek ki Aradon. A történelmi események bemutatása után a vértanúk neveinek felsorolása alatt a tanulók egy-egy mécsest helyeztek el az emlékművön. Kis Ernő emlékét őrizzünk. A 15. vértanút Kazinczy Lajos honvéd tábornokot október 20-án golyó által végezték ki, szintén Aradon. Emlékét őrizzük. Kubanek István beszéde végén Damjanich János imáját olvasta fel, melyet kivégzése előtti éjjel írt. Oltalmazd meg mindenható az én különbeni szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre, a hátramaradó bajtársaink iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emiliámnak, hogy beválthassa a nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot! Áld meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. Azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, és engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Amen. Az ünnepi megemlékezés koszorúzással zárult. Tahitót való önkormányzata nevében dr. Sajtos Sándor polgármester és Csörgő Mihály alpolgármester, a református, katolikus és baptista gyülekezetek nevében nagy tiszteletű Árvavölgyi Béla lelkész, dr. Steiner József baptista vezető lelkipásztor és Marton Zoltán plébániai kormányzó, a köznevelési intézmények nevében Matus Klára iskolaigazgató helyettes és Bánáti Anita óvodavezető, a Vitézirend nevében Vitéz Árvavölgyi Béla és Ú. Budai János, a Tegyünk Együtt Tahitót Faluért Alapítvány nevében Kubanek István, az Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület nevében pedig Szilágyi Regina koszorúzott. Végül a falu lakói helyezték el virágaikat, mécseseiket az emlékműnél.